karaktergyilkosságok, lejárató kampányok, rágalmazások. Lehet-e ezek ellen bármit is tenni? Ez az élet rendje, vagy a hatalom törekvése? Történt-e szintlépés e tekintetben az elmúlt években? Ellentétes vélemények az asztal két felén. Ön melyik oldalra ülne? Ez itt a csat. Jó estét kívánok! A kiinduló pontunk a Valótlanul című dokumentumfilm, amelyet a 444 készített, tehát fekete kampányokról, karaktergyilkosságokról beszélünk, vagy inkább vitatkozunk. Bemutatom a partnereket. Vona Gábor a második reformkorpárt elnöke. Nem lehet szerintem leírni azt az érzést, amikor az embert megtámadják egy ilyen karaktergyilkos kampánnyal. Olyan, mintha lekötnék a kezedet, a lábadat, és ez lényegében kitölti az életedet. Hud Gergely, a pestisrácok.hu főszerkesztője. A komplett baloldali ellenzék lefizetésének a botrányát cseppet sem kisebbíti, hogy a napvilágra került tényeket a kormány oldal a kampányban is felhasználja. Dévényi István, a Magyar Hang újságírója. Az újságíró is hibázhat, tévedhet, egy valamit nem tehet, szándékosan nem okozhat kárt. Ez választja el az újságírást a propagandától. Kovács András, az Origó újságírója. A fekete kampányok, lejáratások és karaktergyilkosságok az ókori Athén óta a politika szerves részét képezik. Aki erről nem vesz tudomást, az vagy naív, vagy végtelenül ostoba. Kezdjük itt. Ez nem cinizmus? Lehet úgy is akár cinizmusként értelmezni, de én azt gondolom, hogy ha egy kicsit hátrébb lépünk és végignézzük itt a nem is a világtörténelmi folyamatokat, elég csak a magyar politikai történetnek a 90 utáni részén végignézni, azért jól láthatóan gyakorlatilag minden választási kampánynak, sőt választási kampány közötti időszaknak ez egy központi része, az ellenfélnek egy olyan felfestése, ami a adott választói közönségnél kivált egy olyan reakciót, hogy például nem megy el szavazni, vagy DAFKE ellene szavaz az adott politikusnak. De ez egy politikai megközelítés. Az újságírónak, politikusnak kell lennie? Nem kell az újságírónak, politikusnak lennie. Itt nem is az újságírásról beszéltem én ebben az esetben, hanem mondom, hogy távolabbról megnézve. Az újságírás az egy következő szintje a dolognak, aki találkozik a politikusokkal, és érik értelemszerűen az újságírót is valamilyen impressziók, benyomások, és annak alapján ír véleménycikket, vagy kezd el bizonyos történeteket felkutatni. Megnéztétek ezt a 444-es videót egyébként? Meg, természetesen. Nem szégyeltétek magatokat közben? Cseppet sem. Az elég baj. Én ezt a 444-es videót természetesen végignéztem, és én úgy láttam, hogy az egyik fő problémám az vele, hogy nem láttam benne a másik oldal, úgymond a másik oldal megszólalt volna bármilyen szinten is. Azért, hogyha ezeket a kampányokat vesszük, azért mégiscsak itt volt előttünk egy 2002-es kampány, amikor született például a jelenlegi miniszterelnökre egy olyan könyv, amivel gyakorlatilag őt betolták egy olyan pozícióba, kezdve itt a Gráci klinika ügyektől, a mindenféle beszámítatóság. Ez a Kende Péter, Kende Péter félekönyv? Igen, igen. Ami ellen szintén nem tudott védekezni. Szerintem nagyon sok, hosszú évekig ráégett az egész. Aztán valamiért, nem csak valamiért, nagy szerepe volt persze az, hogy a baloldali kormány teljesen lejáratta magát, és így úgymond az felülírta a rossz kormányzás azt a könyvet, de én emlékszem rá, hogy 2002-2006-ban született ennek egy második kiadása. Ez gyakorlatilag hivatkozási szerintem azért nem menjünk el ebbe az irányba, mert ez volt egy könyv, ami egyébként nekem sem volt a kedvencem sok tekintetben. Egy darab könyvről próbálsz a mélyek serpenyőjébe tenni, miközben a másik oldalon, és erről szólt a 444 videója, egy komplett állami pénzen, nagyrészt állami pénzen eltartott monumentális gépezet dolgozik azon, hogy embereket tönkre tegyen. Én ezért ezt az idézetet választottam, amit láthattatok ott az elején, mert hogy én valóban ezt gondolom, és ez a újságírói hitvallásom. Lehet tévedni, lehet hibázni, publicisztikában még lehet gonoszkodni is, vagy még talán keménykedni is, de egy valamit nem lehet egy újságírónak megtennie, szándékosan kárt okozni. Na most azok az anyagok, amik a
videóban szerepelnek, de hát emlékszünk ezekre a történetekre, meg hát itt van egy áldozata ennek az egésznek mellettem. Ezeknek egyetlen egy célja volt, az, hogy ártson. Semmi más célja nem volt. A bírósági ítéletek sorra mondják ki, hogy ezek a cikkek lejáratás céljából születtek. Nem volt mögöttük semmi más, az égvilágon semmi, ezek az anyagok. És ez egész más történet, mint most itt egy darab könyvről beszélni. István, összemosol, csúsztatsz, és bocsánat, nem mondasz igazat. Még, nyilván. Bocsánat, tényleg ha szabad csak a érintettségünk okán reagálni. Tehát az a hitvallás, amit mondasz, hogy újságíró szándékos lejárató akcióban nem vett részt, tűpontos, a nyugati sajtóetika és elvileg a magyar bírógyakorlatnak is így kéne kinéznie, pontosan a szándékosságot. Akkor miért csináljátok? Szankcián. Nem csináljátok. Pont ezt mondom, hogy egyáltalán nem csinálunk ilyesmit. Én megnéztem ezt a filmet, és azt is elfogadom, hogy egy műsor témájáról ez egy kiváló választás. Kemény témák, nagy mondások, jó szerkesztés, de csupa olyan ügy van benne, amivel én nem értek egyet, hiszen egyfelől volt benne igazság, és fontos volt, hogy azokkal az ügyekkel foglalkozzon a sajtó. Másfelől tudatosan a film összemossa azt, hogy mit tett az újságíró, és aztán a politika milyen kampányt épített rá. Ha a politikáról beszélünk, egy olyan országban élünk, ahol a lejárató kampányok sorát Ron Werber, Kovács László, az akkori MSZP vagy a Gyurcsány féle háttércsapat vezette be 2002-ben, illetve az akkori kampányban a 23 millió román hazugságát. Annyira bántották az országot az ott elhangzott hazugságok, hogy például maga a Jobbik is egyfajta ellenállásként jött létre az ottani igazságok ellen. Tehát azért ne finomkodjunk. Akkor mondd ki azt, hogy Ron Werbernek a munkásságát folytatjátok. Mert végül akkor ebből ez következik, nem, amit most mondtál. Pont ezt szerettem volna elmondani, hogy egyrészt van nyilvánvaló egy tudatos kommunikációs politika, amely védve a saját érdekeit, vagy védve a kormányzás, vagy ha úgy tetszik az ország érdekeit, vagy a választópolgárok többségének a választását, ezeket az ügyeket professzionális. Akkor mi a különbség? Üzenetekké formája úgy, hogy közérthető. Mi a különbség közöttetek és a Ron Werberi? Tehát mi a különbség a Habonyi és a Ron Werberi működés között? Segíts, még nem értem. Kifejezés is tévedés, mert a média ezekben az ügyekben, amelyek a 444 filmjében vannak, nagyon sokszor előrébb járt, hozott le fontos és érdekes információkat, amelyek közlése mellett én például kiállok, és arra aztán ráépült egy olyan kampány, amely hát néha kicsit erős volt. Gergő, ilyen a politika Magyarországon a rendszerben. Gergő, szakmányba toltátok Gáborról az alahozó, szürke farkasozó, melegező anyagokat. Ez nem lesz külön téma, mert... Hol volt itt a politika? Ezt ti csináltatok? Csináljunk belőle külön témát, jó? Nézzük meg ezt a részét a filmnek, ami Vona Gáborral kapcsolatos, és szerintem egy olyan nagyjából 40 másodperc. Csak azt... Jó. Oké, nézzük. A II. János Pál pápa elleni merényletben is komoly szerepet játszott Vona Gábor török barátja. Az egész merénylet másik szála a szovjet, illetve a szovjet megbízásból a bolgár titkos szolgálathoz vezet. A bolgár titkos szolgálaton keresztül pedig egészen Dobrev úrig vezet, aki abban az időben a bolgár titkos szolgálatnak volt tisztje, egyébként pedig Dobrev Klárának, Gyurcsány Ferenc feleségének az apja. Vona Gábor kapcsolatrendszere enyhén szólva veszélyes. Majdnem azt mondom, hogy aberrált. Erre a sztorira, amit ma az Origó lehozott, és mindenkinek ajánlom figyelmébe a cikket, egy nagyon színvonalasan megírt, tökéletesen bebizonyító, oknyomozó írásról van szó. Ugye itt az utolsó pár másodpercben még azt elmondanám, hogy itt ami következett a filmben az az, amikor felsorolja azt, hogy mikben tévedett az írás, valótlanul állította a híresztelésekkel ellentétben, meg ilyen cikkeket kellett. És akkor most tényleg gyorsan reagálni, mert ez pont utána néztem ennek az egész dolognak, és aztán még visszatérnék itt az újságíró részre. Ennél a cikknél semmilyen helyreigazítása mai napig nincsen. Végigolvastam a cikket, semmilyen
ítélet, stb. Nem született. Ebben az ominózus cikkben, amit a Gergő említett, ami ma jelent meg az Origón, ez március 2018 március 26-án jelent meg, a cikk mai napig ugyanolyan állapotban van, ahogy kijött. Tehát, hogy akkor az lehet, hogy nem lett ott helyre rakva, mert számtalan pert nyertem már ebben a témában. Vagy lehet, hogy itt nem. Jó, tehát akkor de most, ha abba akarunk belemenni, hogy akkor mégiscsak pápagyilkos terrorista szervezettel vagyok egy csoportban, akkor aztán ezt viszonylag gyorsan érdemes lekeverni, igen, mert ezt már többször van, a... Tehát, amit, de csak bocsánat, én még nem kaptam szót. Tehát, igen, hogy, szerintem elmondta, hogy csak Gábor, amit gondolt rólunk, csak hogy, tehát, hogy én ott kezdeném, hogy az zavaró szerintem abban, ami kialakul most itt ebben ennél az asztalnál. Én abban, hogy most a bal oldalnak, meg a jobb oldalnak mennyi van a hátizsákjában, nem akarok belemenni. Amit ti sugaltok most, az az, hogy a cél szentesíti az eszközt, bármilyen eszközt, mert ebből végül is ezt olvasom ki. Hát, hogy a politika ilyen. Szerintem meg én megfordítanám, az eszközeitek mutatják meg a valódi célt. És szerintem igenis kell, hogy legyen valahol megállj. Mert most ezek sajtóperek, meg sajtóhelyreigazítások, meg rágalmazások, de azért voltak durvább dolgok is. Nem tudom, van-e gyermeketek? Igen. Igen. Mit szólnátok ahhoz, hogyha a gyermeketeket szisztematikusan megfigyelnék? Nyilván nem örülnénk neki, és nem is tudom, hogy bizonyította ilyesmi. Hát nagyon nehéz bizonyítani, de erről konkrétan az egész ország tudott, amikor ez megtörtént. Egyrészül a általános iskolába ment, és folyamatosan, vagy követték oda a paparazzók Olaszországból, aki szőrényszálán eltűnt másnap. Nem tudom, ki hív Olaszországból Vona Gábor gyermekére paparazzót. A másik pedig, amikor a kertünkben egy drónnal nem figyelték. Akarom eliminálni az egész ügyet. Ne is elimináljuk, Orbán, mert nehéz is lenne, csak Orbán, én azt gondolom... Első kormányzás elején rögtön előjött, és bemutatta, hogy megfigyelték az akkori kormányt. És ezt akarom ebből kihozni, hogy szerintem, ha mai nyilván vitázni fogunk egy csomó mindenről, de amiben szerintem meg kéne egyeznünk, hogy vannak határok, és szerintem, ahogy elindultunk, ez azt jelzi, hogy a ti gondolkodásotokban nincs, vagy legalábbis egyelőre ezt a kérdést nem gondoltátok. Örülnék, hogy lennének határok. Ilyen a politika. Hadd mondjak példát, itt ma találtam meg. Tudatosan vállalja fel Orbán az áldozatokat a vírus elleni háborúban, vagy tudattalanul sodor halálba tízezreket. Azért, hogyha ezt a 444 írta. Kérdésként, de ehhez képest az az ügy szerintem, hogy, és akkor konkretizáljuk, az az ügy, hogy ön... Törökországban megírtuk azt, hogy ahogy utána néztem, majd utána erre még mondok valamit, megírtuk azt, hogy kikkel találkozott, hogyan találkozott, miket mondott el, és az, hogy azok a súlyú dolgok szerintem jóval kisebb súlyúak, mint egy ilyen kijelentés. Például itt tízezerek haláláról. Aztán most van mindent mindennel. Nem, igazából nem ez a téma. Az, hogy a politika és ez... a politikusok hogy ütik egymást, hogy szerepelnek a nyilvánosságban. Ez egy másik történet, mint az, amikor ti rámentek, akár most már civilekre is, tulajdonképpen akárkire. És mindez központi irányítás alatt, teljesen egyértelműen. Ilyen sajtóperképes vádaskodás azért. Én szeretnék akkor gyorsan itt reagálni csak, itt van a Cseh Katalin esküvői, az nem volt benne a 444-nek a... összeállításában. Igen, mert többen nem vállalták. Tudom, de nekem az megmaradt, mert az egy tipikusan olyan történet, ami jól mutatja azt, hogy is működtek. Origós anyagról van ugye szó. Ugye Cseh Katalin esküvőjén készültek fotók, ott volt egy ilyen, van ez a régi népszokás, ami elég bugyuta, de mindegy csinálják az esküvőkkel, hogy a mennyasszony elbújik, meg menekül a vőlegény elől, és hogy el kell kapni, és meg kell találni. Mindegy, valamit csinálják az emberek. Ezen kívül készültek még beállított fotók is ezen az esküvőn, ahol a Cseh Katalina barátnőivel egy koktélokkal áll, és akkor lelkesen mosolyognak, meg nevetnek. Következőt hoztátok ki ebből. Asztalok között csúszott, mászott a földön, zavartan bolyong a drága esküvői helyszínének kertjébe Cseh Katalin. A Momentum politikusa ki tudja, minek a hatása alatt állhatott, amikor azok az újabb botrányos képek készültek. A fotók tanúsága szerint egymás után gorította le az aperos spritzeket. Látunk egy fotót, ahol a barátnővel itt tartják a koktélokat, képaláírás, itt már nem volt szomjas, sorra itta az aperorokat. Jó. Következő fotó, a barátnőivel nevet mennyasszony ruhában, képaláírás, elgurult a Momentumhoz gyógyszere.
Következő fotó, ugye a kertben vagy ez a játék, a férje fut utána, képaláírás, origó, képaláírás. Katalin érthetetlen okokból elindult a kiárat felé, utána kellett futni, hogy megállítsák. Na most ennek az anyagnak egyetlen egy célja volt, az, hogy Cseh Katalinba belerúgjatok, ártsatok neki, semmi más célja nem volt ennek az anyagnak. Semmi más célja nem volt. Ne hozd ide az uniós pénzt. Szerintem van egy fontos dolog, amit érdemes tisztázni, mert én kicsit kellemetlenül érzem magam akkor, hogyha abba megyünk bele, hogy a baloldal hogyan beszélt Orbán Viktorról, a NER hogyan beszélt ellenzéki politikusokról, akár rólam is. Inkább szerintem azt kellene megfejtenünk, vagy legalábbis én szeretném, hogy ugye itt mondtad, hogy az újságíró találkozik bizonyos információkkal, és azokat megír, és biztos, hogy így van. Tehát, hogy azt itt tudjátok állítani nekünk, vagy meg tudtok bennünket nyugtatni azzal, itt nem arról van szó, hogy van egy politikai központ, amely kitalál egy történetet, amit ti megkaptok, és utána az lényegében végigfut egy rendszeren, mert szerintem a normál politikai vagy sajtóban vívott küzdelmeket, amik néha még személyeskedésig is elmennek, az választja el a karaktergyilkosságtól, hogy előre eltervezett, csoportosan végrehajtott, hidegvérrel végrehajtott, és a megsemmisítés szándékával végrehajtott esetről van szó, tehát ezt tudjátok? Azzal, hogy általában alaptalan. Általában a konzervatív oldalra ezt a két betűt, hogy ti rásütitek, és akkor nem, minden nem, sérelmet. Nem, bocs. 2010 óta én most a valóra. Tök, én ezt megkérdezném szívesen az ellenzéki művektől is. Megköszönöm a tegeződés lehetőségét. Ismered például a Nyugati Fény című DK-s raport? Ők lennének itt tőlük kérdezni, mert ide. De most ez olvasol ilyen címeket a pestisrácok.hu-n? Tehát ne keverjünk már mindent mindennel össze. Vannak kemény kampányok, vannak bulvárlapok és kemény bulvárcímek. Hova tovább még egy kissé kapatos pártpolitikus esküvői fotója is beleférhet ebbe a nyilvánosságba, mint ahogy nagyon-nagyon sok minden belefér. Hol a hat? Nem, én nem is erről kérdeztem rá. Szerintem pont az a kérdés, hogy van, mert abban az esetben, hogyha van politikai megrendelés, akkor ti nem újságírók vagytok már abban a szituációban, hanem politikai végrehajtók. Szerintem itt egy sokkal fontosabb vád fogalmaz. Meg a konzervatív de nem a konzervatív médiával kapcsolatban fogalmaztam, hanem általában. Csak most általában az fogalmazódott meg, és ugye nem véletlenül fordították le már is angolra a 444 filmjét, és fűztek hozzá angol kommentárt. Nyilván a Magyarország elleni vizsgálatok, az uniós pénz visszatartása és mi egyébnek a magyarázataként, hogy Magyarországon egy félelmetes hatalmi gépezet működik, amely gyakorlatilag emberi mi voltából kiforgatja, megalázza és tönkreteszi azokat a bátor szereplőket, akik még szembe mernek szállni Orbán Viktorral. Na ez az óriási csúsztatás. Ebben csak egy mondatot, mert gondolom másik szeretne ezt hozzászólni, de ebben a filmben például, ha már ez a fő témánk a 444, vannak valóban ízléstelen esetek, amik nekem sem tetszettek, bulvárcímek, vagy olyan hirdetések, vagy olyan állítások, amik nehezen igazolhatók. Van egy csomó minden, ami mögött valós tény van, vannak kellemetlen ügyek, ilyen például mondjuk az a kis csupasz valóság, ami a Terry Black állításaiból valóban kérdéseket vet fel, és igaz. És ezek a melegvádak, ugye? Igen. Amiket egy politikusnak el kell tűrnie. De én most meg továbbra sem erről beszélek, hanem arról beszélek, és akkor kérlek, hogy válaszoljatok, hogy tudjátok-e azt állítani, hogy valójában itt nincs egy olyan politikai központ, ami ezeket legyártja nektek előre, és ti már ezt lényegében csak szétterítitek, vagy hozzáteszitek a kis origófűszert, a pestisrácok fűszert, hanem ez a ti szellemi terméketek. Mind a kettő jó válasz. Saját példámról tudok beszélni, és hogy konkretizáljuk. Én eddigi újságírói pályafutásom során két sajtópert vesztettem el. Az egyiket amiatt, az egy polgári ügy volt, a másik pedig egy büntető. A büntetőinek az adja meg az egésznek a sava borsát, hogy ugye azért vállaltuk végig az egész ügyet, mert általam írt cikket a TV2 is átvette, és az értelemszerűen azért mondom, mert jól láthatóan a baloldali sajtóban és jobboldali sajtóban is teljesen megszokott, hogy kijön valami, ami az adott oldalnak kedvező, az gyorsan átveszik. Na, átvette a TV2, ugyanazt a pert, ugyanazzal a személlyel szemben megnyerte, és azért azt a következtetést vontuk le, hogy nem kerülhetek én se bajba, tévedtem. Ugye az Origo 103 pert veszített 2022 előtti 5 évben összesen, most akkor ebből 2 jutott. Nem, neked. Az egyik még a Magyar Nemzetesként vesztett. Az még Magyar Nemzetesként. Ebben a perben is teljesítettetek elő érdemi védekezést. De teljesítettünk elő érdemi most védekezést. Megint ilyen egyszerű ügyekről beszélünk szerintem, ez a baj. Igen. Tehát, hogy ha elveszünk egyszerű ügyekbe, akkor nem sok értelme. De akkor engedd meg, hogy például én hogyan látom ezt az ügyet. Úgy látom, hogy természetesen van egy tudatos kormányzati
kommunikáció, amögött van egy nagyon tudatos pártkommunikáció. És természetesen, mint minden normális, hatékony politikai erőnél, vannak olyan think tankek, akik megpróbálják kitalálni a legjobb üzeneteket, kinyomozni, szertenni. És természetesen, azok nem újságírók természetesen, ők politikai kampányfeladatokat hajtanak végre. Ezek az információk jönnek, mennek, oda-vissza, eljutnak a sajtóhoz, eljutnak kollégákhoz, akiktől ajánlás formájában akár hozzám is megérkeznek. Én is örülök, amikor az én cikkemet ajánlják a konzervatív kollégáknak és átveszik. Ezzel sincsen semmi probléma. Van, amikor mi magunk nyomozunk ki valamit, és azt ajánljuk aztán a többieknek. Tehát ez egy összetett rendszer, és nagyon jól hangzik a 444-ben leegyszerűsítve, vagy van egy ilyen gonosz gyűlöletközpont, ahonnan utasításba adják ezernyi csápnak, hogy mi a dolga, mondjuk Vona Gábor tönkretétele érdekében, de ez így ebben a formában nem igaz. Most én itt közbevetnék valamit, jó? Ami szerintem félig meddig azért válasz arra, amit Vona Gábor kérdezett, hogy akkor, amikor a KESMA létrejött, akkor ez nemzet stratégiai jelentőségű döntésnek bizonyult, ugye ezért nyilvánította a miniszterelnök, ami azt jelentette, hogy egyébként valószínűleg a gazdasági versenyhivatalnak lett volna problémája azzal, hogy ennyi lap és ennyi rádió és ennyi minden egy helyre kerüljön. Igen, hát egy a médiatörvény nem engedi de meg. De így ugye természetesen ezt nem lehetett, és azért ez, anélkül, hogy én állást szeretnék ebben foglalni, de minthogyha kérdéseket vetne fel a felől, hogy ez egy központilag irányított rendszere, vagy inkább lehet, hogy megerősít. De szerintem azért nem érdemes, erről beszélni, és most én is ezt mondom, miközben ugye az én közmédiás múltam miatt egy kicsit belelátok ebbe a nem létező központba, hogy nem működik. Azért nem érdemes, mert úgyse fogjuk tudni bizonyítani, hogy így van, és ti meg úgyse fogjátok azt mondani, hogy így van, értelmetlen. De István, az nem lehet, hogy egyáltalán ne beszélgessünk. De nem, csak amit a Gergő mondott, azt szerintem az fontos. Amit elmondtál, hogy működik a pesti srácok, hogy működtök ti, az teljesen rendben van, úgy, ahogy elmondtad, addig, amíg valós újságírói tevékenység és valós cikkek születnek. Abban a pillanatban nincs már értelme annak, amiről beszéltél, amikor nem valódi történetek születnek a kezeitek között. Mint például a Vona Gáborral kapcsolatos, hogyha már itt vagy, bocsánat, de lesz a példa. Én leszek az állatorvosi. Ha az újságírói tevékenység lenne, akkor nektek utána kellett volna járni, meg kellett volna kérdezni, kinyomozni, és hogyha megvan minden bizonyíték, alá tudjátok támasztani, akkor megírni. De nem ez történt, hanem fogtátok, de István, te is elismered, hogy van egy csomó sztorima már, ami nem is a médiában indul, hanem a közösségi médiában kiszivárogtatják. Utána nézel. Gergő, vannak tudod, az újságírói tevékenységnek van ez az információ mondjuk, ellenőrzése, a források ellenőrzése. Ott van mondjuk a szürke tudod? Farkasok eset. Egy tök érdekes sztori. Tehát van egy retorikájában erősen muszlim ellenes, és egykor még ezekkel szemben önmagát meghatározó Jobbik, és akkor ugye új politikát hirdet Gábor az elnöke, megpróbál nyitni Törökországban különböző körök elé. Lehet, hogy ez csak egy meggondolatlanság volt, de mégiscsak úgy alakult, hogy gyakorlatilag hogy terrorizmussal összefüggésbe hozható emberekkel készültek közös fotók. Igen, és ez szerintem az egy baromi nagy sztori. Hát olyan emberekkel is, akik összefüggésbe hozhatók meg, a pápa elleni merénylettek. Ugyanaz a személyre Lezsák Sándor meg a Fidesz félvezérkora lefényképezkedett. Ezek valós állítások, hát nehogy már ezeknek ne legyen hírértéke. Oké, hírértéke van, csak akkor hogy leszek én a pápa gyilkossággal vádolt terrorista csoporttagja? És ugye, hogy mondjam, régi motorosak vagyunk, mert annak idején a Magyar Hírlap is rengeteg cikket írt a Jobbiknak a kétarcúságáról, és különböző botrányok sorát hoztuk le. Mindig nagyon nehéz meghúzni azt a határt, hogy mi az, ami már olyan családi ügy, hogy igazából nem tartozik a nyilvánosságra. Gergely, a történetekben végül is mégiscsak az a lényeges lehet, hogy valamelyik nagyon érdekes és elindul egy Facebook posztból, vagy innen-onnan lehet információt szerezni róla, de hogy igazak-e? Tehát amikor az ember mondjuk azt hallja, hogy a szovjet titkosszolgálat meg a bolgár titkosszolgálat Gyurcsány Ferenc feleségének édesapjával együtt valahogy Vona Gábor bevonva a pápa ellen merényletet tervező emberrel. De egyébként megkörülve Terry Blackman. De nem állított senki ilyet. Jó. Hát ez hangzott el itt. Hogy micsoda összefüggés, vagy esetleg meggondolatlanság egy terrorizmussal összefüggésbe hozható társasággal együtt fotózkodni, akik egyébként valóban annak idején benne voltak az ügyben. Igen, és ahol ott volt, még egyszer mondom, csak nem akarok ekkel a konkrét ügyre, mert annyira méltatlanak érzem, ott volt Lezsák Sándor, meg még egy csomó fideszes vezető, ugyanezekkel a török emberekkel. Én egyébként a török-magyar baráti tagozatnak voltam a parlamenti vezetője, de ezek szerintem mind másodlagosak, mert én azt elismerem, hogy valószínűleg
az a fajta morál, amit itt most kitettetek az asztalra, az a nyugati fény meg a baloldal bizonyos szereplőinél sincs feljebb. És hogyha mondjuk lenne egy kormányváltás, akkor én simán el tudom képzelni azt, hogy ugyanilyen politikai megrendelőrendszer működne, csak akkor majd ti lennétek a muszlim homoszexuálisok. De itt szerintem valójában nem rólam szól, meg nem a politikusokról szól ez az egész. Én ezt szeretnék behozni egy szempontot. Szerintem itt a társadalomról szól. Tehát ugye két fő vád volt 18-ban ellenem. Az egyik az, hogy muszlim körökkel, mindenféle zavaros muszlim körökkel vagyok kapcsolatban, a másik meg, hogy teribleknek vagyok a homoszexuális partijainak a résztvevője. Miért ez a kettő? De itt is miért ez a kettő? És azért, mert én adtam el rakot, vagy azért, csak hagyj fejezzem be ezt az egy mondatot. Közülünk, csak hagyj fejezzem a mondatot, azért, mert volt egy migrációs kampány felépítve, és nyilván abban az esetben egy muszlim miniszterelnök jelölt nem jön olyan jól, meg van Magyarországon nyilván egy elég erős homoszexuális ellenesség, és egy homoszexuális miniszterelnök jelölt nyilván nem jön jól. Itt fogunk szünetet tartani, és akkor innen majd meghallgatjuk, hogy akkor mégis ez miért történt, és mi volt ebben az igazság, meg megpróbálunk rájönni egyéb indítékokra. Éppen ott tartottunk, hogy a 2018-as választás előtti Vona Gábor ellen felhozott vádakat taglaltuk. Igen, és röviden azért erre az egész homoszexuális vádra, hogy ez miért volt mégis egy részben egy releváns téma a sajtóban. Azért ennek van egy kis alapja, és természetesen egyikünk sem volt ott, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi történt, és őszintén szóval nem is érdekel. És ugye Gábor ugyanúgy keveredett, sőt, hát őszintén valottál, és erről hát nő ügyekbe is, és tulajdonképpen ez a nyilvánosság előtt ismerté vált annak idején. De hát volt egy másik állítás. Ugye Vada Gábornak van egy Fekete bárány, fehér holló című önéletrajzi, filozófikus hangulatú kötete. Ebben szó van a Brádi Zoltán féle klubokról, amelyek ugye a rendszerváltás egy legendás alakjáról beszélünk, a Kapu magazin szerkesztőjéről, ahol politizáló, majd ilyen homoszexuális együttlétekbe forduló De hol van ebben a könyvben erről szó, Gergő? Hát most bocsánat, és, semmi szó nincs abban a könyvben, és soha nem jártam ilyen. És ugye mondban. Egyfelől az tény, hogy te ezzel a körrel annak idején kapcsolatot tartottál. De már most csúsztatsz, hát meg Gergő, már most csúsztatsz, miért megyünk el egy ilyen szintre? Elmondták, hogy... Ne is reagálj. De most akkor, itt az író, és van egy elvileg olvasó. Nagyon rövid olvasóhoz van szerencsénk, vagy... Az a baj, talán nem magadat védett, hanem trollkodsz. Arra kérlek a kedves nézőkedvér is, hogy majd miután ez adás lement, valahol mutasd meg azt, hogy én ebben a könyvben mikor írtam arról, hogy én ott voltam Brádi Zoltánnak valamilyen klubjában, vagy ebben volt a könyvben. Volt egy mondat, amit idéztünk mi is, ami arról szólt talán, hogy ott férfiként kellett újra gondolnod az életed, egy ilyen megfogalmazás, és azért, és én csak itt egy dolgot remélem, hogy neked is meg, volt ilyen az életedben. És nem, nem a bulvár sajtónak bizonyos állításait, mert alapvetően, mondom, már csak az előzményekben kirobbant botrányokból sem gondolja senki, hogy homoszexuális orgiákat látogattál itt rendszeresen. De az, hogyha volt alapítótársak, plusz a tények, plusz az életrajzi kötet egy része. Egybevágóan arról szól, hogy abban a klubban vagy abban a körben valami furcsaság történt. Annak az embernek az esetében, aki mégiscsak egy nagyon hangos a Pride-dal szembeni, az LMBTQ mozgalommal szembeni retorikát képvisel, hát azért erről legalább kérdéseket hadd szabadjon feltenni. Szerintem ez még önmagában nem bűn. És én nem kérdéseket tettetek föl. Én akkor visszautalnék arra, amit még a szünet előtt mondtam. Szerintem ez nem rólam szólt. Tehát én azt hiszem, hogy valószínűleg megmérte az a központ, ami nem létezik, azt, hogy mi az a vád, amivel a legjobban lehet roncsolni az akkor legerősebb ellenzéki párt miniszterelnök jelöltjét. És mivel egy migráns krízis volt, nyilván, ha muszlim kapcsolatokkal rendelkezik, az már elég releváns visszatartó erő. A másik, nyilván a Jobbik vidéki szavazóbázisában az, hogyha az derül ki, hogy én nem tudom, italozom sokat, meg kimaradozom, meg nem tudom, mit csinálok, az nem olyan pusztító, és ez mondjuk a magyar társadalomról árul el inkább sokat, mint az, hogyha azt kezditek el írni, mondani, hogy én homoszexuális klubokba jártam. Tehát amit igazából nem rólam szó, és az egészben azt akarom csak kihozni, hogy eljutott, mert hogy az is volt talán a felvezetésben kérdés, hogy eljutottunk-e valamilyen szintre, már folyamatosan szinteket lépünk lefelé, csak közben a technológia is megváltozott, és most már szerintem ott tartunk, hogy bárkiről bármit. Tehát én azt hiszem, hogy nyugodtan el lehet felejteni, hogy itt
kivel kapcsolatban merül fölnek valamilyen kérdés, vagy nem merül föl kérdés, abban a korban léptünk, a deepfake-ek korából már teljesen mindegy, hogy te ki vagy. Én ezzel nem értek olyan, egyet, mert olyan technológia sokkal fejlettebb. Tehát a magyar emberek a deepfake-eket többnyire kirohögnek. Komolyan. Nem biztos. Csak egy mondat, olyan technológiák állnak rendben. Ez is térmesek vagytok a sajtó, vesztett sajtóperekben. Az Origo az első 2022-ben. Sajtópedügyeket ugye alapvetően át kell gondolni, most volt a legújabb ügy. Szerintem az a probléma, hogy elhangzott az egyik munkatársatok egyik műsorában, most pont tegnap akadtam rá, az, hogy sok esetben a Fidesz azért se perel, fideszes politikusok, személyek nem perelnek, mert tudják, hogy adott bíró politikai vonala miatt egyszerűen el fogja veszteni. Ennek az a én nem tudom, hány kétharmadnak kell történnie, hogy ti kiszabaduljatok végre az elnyomott státuszban. Egészen elképesztő, de mindig szórakoztató. Arra adjál magyarázatot, hogy írtunk egy cikket a híradó.hu, ezt a pert a bíróságon megnyerte, mi elvesztettük. De az anomáliákon túl, mi ez, ha nem egy mondattal kivégeztettem magam részéről a perek kérdését. Jó, akkor én itt a pereknél egy megjegyzést tennék, ami szerintem egészen rendkívüli. Ez egy Juhász Péter per. Volt egy olyan, ahol 416 rendbeli jogsértést állapított meg a bíróság, 13 megyei lap 104 cikkében. Ez ugye ugyanaz a kampányidőszak volt, ez a 2018-as választás előtti kampány. Ez a legusztusnál kampány volt, igen. De csak egyre rosszabb lesz István, tehát hogy csak még egy pillanatra hagyhoz. 22-es sokkal gusztustalanabb volt. Akkor megint azon ne veszünk össze, hogy melyik volt gusztustalan, szerintem annyira mindegy. Ja. Csak egy mondat. Szerintem ostoba, fogyatékos, stb. Hangzottak el az ellenzéki miniszterelnök előtt szájából, ennél azért nehéz lejjebb menni. Igen, csak most még egyszer idehoznám azt, hogy a deepfake korában, amin az emberek nem fognak nevetni, mert nem fogják tudni eldönteni, hogy ez valami deepfake vagy sem. Tehát most már nem csak az lesz, hogy valakiről azt mondjuk, hogy ilyen meg olyan, hanem lesz róla egy hangfelvétel, meg egy videó, amiről senki nem fogja tudni eldönteni, vagy csak nagyon hosszú idő után, hogy az valódi-e vagy sem. Tehát, hogyha például én azt szeretném bebizonyítani rólad, én, mert mondjuk én lennék abban a központban, ahol megrendelnek dolgokat, hogy te valójában egy a másik oldalra érzékeny, tisztességesen oknyomozó riportokat készítő újságíró vagy, én ezt be tudnám bizonyítani deepfake-kel. Nagyon vicces, köszönöm szépen. Figyeljetek csak, a Juhász Péter. Nem, mi maradjunk itt ennél, hogy ki hogyan miért felismerhető. Itt is van egy tökéletes példám. A kispesti ügy volt, ugye 2019-es kampányba került ki, amikor az adott úriember a bíróság előtt mondta el, hogy nem, jól láthatóan ugyanaz a személy volt, nem én vagyok azon az ominózus képen, és a bíróság mindezt hagyta, és így vesztett például a pesti srácok is egy darab. És nem tartottok attól, hogy a következő választáson most megint oldaltól függetlenül kicsit el tudunk rugaszkodni a saját oldalainktól. Lényegében egy teljesen amorális deepfake-ekre és mindenféle álvideókra, meg álvalóságokra épülő kampány jön, és azért jön, mert nincs senki, sem a politikában, sem az újságírásban, a részletekről sem, és most a legelejére utalok vissza, aki azt mondaná, hogy szerintünk ez már nem jó. Tehát, hogy én annyira örültem volna neki, hogyha azt tudjuk ezen a beszélgetésből, azt tudjuk ebből a beszélgetésből kihozni, hogy ti azt mondjátok, hogy ez már nektek is kellemetlen. Ugye azért nem tudjuk ebből a beszélgetésből. Mert a polgári oldalnak való, vagy olyan konzervatív oldalnak ez nem biztos, hogy a szintje. Minket démonizálni, holott példának okáért, ha már a sajtóperekről beszélünk, akkor mi mostanában zsinórban nyerjük a sajtópereket, mostanában nagy nehezen már a média egy is hajlandó ezekről beszámolni, az összes nagy politikai ügyünket vagy teljesen, vagy döntő részt megnyertük, és csak egy mondat, hogy azért egy Juhász Péterrel szemben ezekben az ügyekben is nyertünk egy csomó pert, és azért döntően hamis ez a kimutatás, mert akik készítik ugye ilyen soros szervezeteknél, ők mindig úgy számolnak, hogyha te egy perből, mert azért a bíróságokat nem kell félteni, egyik-másik bíró nem enged minket úgy haza, hogy legalább egy hamis látszatkeltést ne ítéljen meg. Én arra szoktam mondani, hogy az a valós látszatkeltés. Tehát ez arról szól, hogy a tényeket megerősítve látja a bíróság, csak szerintük abból mi olyan következtetést vontunk le, vagy azok olyan dolgokat is megírtunk, ami már nem tartozhatott volna a nyilvánosságra. Tehát tulajdonképpen jogi szempontból a százvalahány perből, meg mi esetünkben is sokból, egy csomót jogi szempontból megnyertük. Mert az állítások többségét nyertük. Tehát végül is minden jó, minden jól halad. Az egy-két vesztett pontot is vesztes perként. Az átlátszónál úgy mutatták ki ezeket, hogy vannak félig vesztett perek, tehát amikor nem minden pontban
adott igazat a felperesnek a bíróság, és vannak olyanok, ahol meg külön kimutatják azt, amikor 100%-ban vesztett az alperes, és ebben sem állnak olyan nagyon jól különböző orgánumok, csak de én ide most behoznék, kérdés, hogy Gáborra szeretnék rácsatlakozni. Egy kicsit apróságot, csak annyit, hogy nem kéne megnézni, hogy hányból hányat, mert ténykérdés, hogy a jobb oldal sokkal ritkább. 170, az Origónál itt azt írja, az, hogy 172-ből 103-at. Az nincs meg, ugye? Most nézzek, a Telex ellen összesen 7-ből talán egyet vesztett félig a Telex, de nem akarok... Csak erre egy mondatot hagyj reagálják, mert szerintem releváns, amit a Gergő mond, és nekünk volt még alapítvány időnkből, ugye most egy pártot képviselek itt, a másik reformkor pártot, van egy javaslatunk, ami a fékek és ellensúlyok rendszere nevet viseli, ami pontosan arról szólna, hogy azok a sajtóorgánumok, ahol ilyen elit, perek vannak, amit elbuknak, annak az arányában csökkenjen az állami támogatása, megszerezhető állami támogatásoknak, hirdetéseknek az összege. Elég vad elképzelés. Hát nyilván a ti esetetekben ez elég komoly nadrág szíszorítást eredményezne, de én most nem csak rólatok beszélek, hanem úgy általában is, és ezt kérlek, hogy fogadjátok el, hogy én most nem csak a NER médiájával, hanem úgy általában a magyar médiával. Ez abszolút érezhető, tehát több utalást is tettél erre, ugye itt, amit behoztál, az, hogy mindenkire innentől kezdve most már a mesterséges intelligenciával arcokat, hangokat könnyedén lehet készülni, utánozni. Most ezzel kapcsolatban szeretném behozni, mert előzetesen gondoltam már, hogy ez szóba kerülhet, hogy ugye májusban történt egy BTK változtatás, ami a sajtó és szólásszabadság nevében innentől kezdve kivett egy csomó tételt a büntethetőség alól, tehát a rágalmazási kérdésekben most már nem tartoznak olyan súlyú felelősséggel újságírók vagy propagandisták, kinek hogy tetszik, mint előtte. Ugye itt van, a közügyek szabad megvitatása közben már például a hamis hang vagy képfelvétel készítése és nyilvánosságra hozatala sem olyan súlyos, mint korábban. Pont akkor, amikor azt mondja Gábor, hogy most ez az, ami még inkább fenyeget. Hogy ezt minek tulajdonítsuk, ezt a rendszer lényegest. De egyébként az a változás az nem volt rossz. Tehát a rágalmazás, hogy nagyon sok újságírót meghurcoltak minden oldalról. Innen, onnan, és egészen egyszerűen védhetetlen volt. Majdnem sikerült elmondanom, pedig most egyetértünk ráadásul. De még így sem sikerül elmondani. Szóval, hogy tényleg rengeteg újságíró megrángattak. Ugye a rágalmazás az BTK-s ügy, de hát ez Aztán mi tudjuk, hogy és olyan esetekben, amikor egy sajtótájékoztatón kiállt valaki, és mondott valamit, és az MTI tudósítója azt lehozta, és az MTI-nek a tudósítóját is rágalmazás bevonták. Tehát, hogy egyszerűen bizonyos részei a újságíró tevékenységnek nem lehetett nyugodt szívvel végezni, mert hát most egy sajtótájékoztatón elhangzottakért is megráncigálnak és rabosítanak, akkor az valószínűleg nem normális helyzet. Ez ugye egy örök vita, hogy mennyire érdemes ajtókat, kapukat kinyitni. Én meg a több, vagy olyan néhány kollégával beszéltünk, ezt nem látjuk, vagy nem láttuk olyan, sőt én is tényleg azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, de nem itt van a veszély igazából. Ott igen, amit a Gábor mond, csak ugye azt látjuk, hogy nekünk nem is kell ez a modern technológia, tehát a nyilvánosság az megoldja. Hát azért anélkül is. Mindenki használni fog ilyen technológiákat, mert ebben a spirálban vagyunk. De látod, hogy most is működik. Tehát itt olyan történetek voltak, és én azért nekem, csak azért mennék egy picit még mindig vissza, mert arról nem beszéltünk talán eleget, hogy azért nagyon sok történetnek nem igazán volt alapja. Vagy volt is valami alapja, annak köze nem volt a valósághoz. És az újságírói tevékenység még csak a valóság feltárása kellene, hogy legyen. De ha az adott médiatermék már az elején eldobja ezt az elvet, és meg se próbálkozik a valóságnak a feltárásával, hanem inkább kreál egy új valóságot, ami az adott politikai oldalnak megfelelő, akkor azt nem tudom újságírói tevékenység, nem tudom újságírásnak nevezni. Az esetek többsége az olyan ügy, ahol valós? Hát hatházinak volt szomszédja, igen, ez valós, és onnantól kezdve az egész történet az... Azért ott ugye Juhász Péternél és a legtöbb vesztes per abból adódik, hogy a bíróság azt mérlegeli, hogy az ő konfliktusa volt párjával, az milyen mértékben tartozik a nyilvánosságra. Azt, hogy léteztek olyan jegyzőkönyvek, amiket a sajtó idézett, és a sajtó adott esetben még a bíróság szerint is megteheti, hogy családi ügyeket kitereget egy választási kampányban, mert mégiscsak érdekes, hogy mondjuk egy nagy családvédő
politikát folytató ember valójában otthon hogyan bánik a kedvesével. Igen, és közügy is lehet ez Amerikában és Magyarországon is örök téma. Juhász Péterrel szemben a legtöbb vesztes per ebből adódik. Ezekben a kérdésekben... Egyszeri köz... Tehát igen, megkérdezitek Juhász Pétert, igen. Elmondja, hogy mi volt, leírjátok, hogy mi, de nem ezt csináltátok, hanem egy hatalmas sztorit növesztettetek belőle. Tehát igen, azt szeretném itt közbevetni, hogy nagyon ritka, amikor a bíróság nem azt mondja ki, hogy tévedés történt, hamis információ került ki, hanem kifejezetten azt mondja ki, hogy lejáratás céljával történt ez meg, és ezekben az esetekben többször is megvalósult ez, hogy a bíróság ezt mondta ki, hogy itt szándékos a választók megtévesztésére törekvő újságírói tevékenységgel állunk szembe, tehát ez másik kategória, de van nekünk egyébként még egy nagyon rövidke kis bejátszónk, ezt megmutatnánk, ez is a 444, és már hogy itt felvetették többen, hogy most akkor ez rendszer vagy nem rendszer, szabadon tevékenykedhetnek-e az újságírók benne, saját maguk találják-e ki az ügyeket, vagy hogy van ez felépítve, és talán ez a második részlet, ez közelebb visz minket a vitához legalább. Krasznahorkai Emájék esetében a bíróság így fogalmazott a TV2 tényekről. A csatorna célja nézők félretájékoztatása volt, és szándékosan torzították el a történéseket ennek érdekében. Vince Felice ügyében ezt mondta ki a bíróság. Az alperes, valótlan tényállításon alapuló értékítélete levonásához szándékosan eltorzítja a felperes tanúvallomását. Juhász Péter esetében pedig ez állt az ítéletben. A bíróság bizonyítottnak látja, hogy a kifogásolt híradások lejárató szándékkal jelentek meg, és alkalmasak voltak a felperes politikai ellehetetlenítésére. Ugye ez az, ami kétségeket vet fel, nem tudom, hogy van-e valami cáfolat. Természetesen van cáfolat. Ezeket továbbra is jó lenne tudni az adott teljes ítéleteket. Én ezeket nem olvastam el, értelemszerűen nem én írtam. Ezt tudom, hogy nem mentesít az egész alól sok esetben, de hát nem napi szinten foglalkoztam ezekkel, semmilyen szinten nem foglalkoztam ezekkel az ügyekkel. Nálatok senki nem tudja, hogy ki mit írt még a főszerkesztő. Juhász Péter esetében ugye azért nagyon furcsa a bíróságnak ez az ítélkezése, mert Juhász Péter az a politikus, aki nem riad vissza attól, hogy a leggátlástalanabbul, szerintem a legmeggondolatlanabbul szórja a vágyait minden kormánypárti politikusra. Tehát neki, ha valakinek többet kell tűrnie, akkor Juhásznak tényleg többet megint kell elveszünk tűrnie. Az ügyekben, és akarok egy szempontot. A Márki-Zay Péter felesége, meg nagyon, az is tényleg egy nagyon izgalmas ügy, mert választási kampány van, a miniszterelnök jelölt szóba hozza a saját feleségét, szóba hozza azokat az ügyeket, amiről az a per szól, és nagyon érdekes etikai kérdés, hogy szabad-e beszélni arról, hogy elmarasztalták, vagy negatív kontextusban került elő ebben a ugye meghalt kisgyermek újszülött baba perében. Tehát azért ezek nem olyan egyértelmű ügyek. Tehát a bíróság szerint... Igen, de... Most egyet kérdezek, hogy mit fogadunk el megfelebbezhetetlennek. Tehát a bíróságot nem fogadjuk el, mert hogy az... Ezt nem mondtam. Azt mondtam, hát azt András mondta, én értékelni szabad az ítéletet, attól még el kell fogadni. El kell fogadni az ítéletet, én értékelni, továbbra is értékelem az ítéletet. Arról én már lemondtam, hogy az adás vége felé közeledünk, gondolom. Arról már lemondtam, hogy abban legyen egy konszenzus, hogy nem jó irányba tartunk, és hogy ebben nektek is van. Mindannyiunknak van felelőssége. Egy mondatot, mert itt konkrét ügyekről beszéltek, én meg szeretnék egy picit madártávlatból ránézni erre. Mert hogy itt úgy beszéltünk a bíróságokról, mint hogyha megszületik a bíróság ítélet, és ott történik egy nagy igazságtétel, csak ez nem igaz. Tehát, hogy itt, ha mérlegre tesszük azt, és most vegyünk engem. 2018-ban én vagyok a miniszterelnök jelöltje a legerősebb ellenzéki pártnak. És elindul ellenem, ami elindul, nyilván másképp ítéljük meg. Utána jó pár évvel később én bírósági ítéleteken úgymond igazságot nyerek, több 10 millió forintot gyűjtögetek így össze szépen, de az az igazság, az arról kiértesült, és az a néhány 10 millió forint, az mennyire van arányban azzal a több milliárdos téttel, vagy több száz, vagy több ezer milliárdos téttel, amiről egy országgyűlési választás szól. Tehát én azt szeretném csak behozni, hogy jelen pillanatban azt üzentük az országnak, azt üzentük a politikának, hogy megéri karaktergyilkosságokat végrehajtani. Igazából ez a politika számára hasznos. De nem jó ez példa.
Nem jó az a példa. Nagyon jó a példa. Általában jó példa, viszont konkrétan a te eseted azért akkor nem jó. Mert akkor a Jobbik nagyon komoly média háttere volt, egy Simicska Lajos nagyon széles médiabirodalmat biztosított, volt hol reagálni, ott az emberek döntötték el, hogy nem hiteles Vona Gábor reakciója, a Spinoza házban való szereplése, stb. Tehát az nem szabad a én nem a Spinozáról beszélek, hanem a bírósági perekről róla. Beszélek, az igazságtételről. Nem azokon a cikkeket. Nem is a választásról beszélek, hanem az arról, hogy az igazságtétel az megtörténik-e, és nem történik meg. Azért nem értek. És azt üzenjük ezzel, hogy megéri. Tehát azt üzenjük a központnak, a nem létező központnak, azt üzenjük, hogy nagyon jól csináltátok, fiúk. Különítsünk el 100 millió forintot, válasszuk ki a 2-3 legerősebb embert is. A Szabó Zsolt fideszes országgyűlési képviselőről írta meg 2018-ban a választási kampány csúcspontján 60 év fideszes képviselőjelöltről, hogy 1,2 milliárd forintot tüntetett el, vagy offshore-ozott el. Bírósági ítélet kimondta, hogy ebből egy szó nem volt igaz. Tehát akkor az ő esetében is megáll ez, hogy választási kampány csúcspontján valahonnan ez az információ akkor a baloldali sajtóhoz is beesett. Igazad van, ez nem volt, ez csúnya dolog volt, igen. Ami a Fidesz médiában történik, ott viszont az ipari mennyisége és az összetettsége. Én meglátok, és bocsáss meg, és szerintem a szervezettsége. Igen, csak hogy én annyiban megyek tovább, hogy szerintem a baloldalnak meg lenne a lehetősége, vagy mondjuk Gyurcsány Ferencnek és a DK-nak, akkor ugyanúgy ipari minőségben csinálnák ők is, mint nem, amit mostanár meg tud csinálni. Egyrészt nem tudhatjuk másrészt, jó, hogy a Gergő, hogy nagyon rövid mondat lett volna, de ez se sikerült. De szeretném, oké, mindjárt szeretném. Most én vágtam bele, bocsánat. Hogy amit a Gergő mond, a Nyugati Fény, azért jó példa, mert a Nyugati Fényben engem legalább annyira szeretnek, mint téged. Tehát, ha megnézed, ha nem volt a Nyugati Fényben nyitott szájú fotód, akkor nem vagy senki a médiában. Azért nem akarsz most minket a Nyugati Fényhez hasonlítani, remélem nem erre fut ki. De most se érted, amikor egyetértünk, ez borzalmas. Tehát, hogy az azért jó példa, mert igen, vannak ilyen vadhajtásai a másik oldali politikai médiának is, tehát párt médiának is, mert Nyugati Fény. Nekem az a bajom, hogy annak. Csak ettől a Fidesz médiának a nagysága, ereje, szervezettsége, nem változik. Hát tényleg azt látjuk, hogy azért ezek az üzenetek, mert mondom, az a kép, amit festettél a szerkesztőség működéséről, egyébként még nálatok el is tudom képzelni, mert ti mindig olyanok voltatok, mint a Plutó a naprendszerben, hogy vagy oda tartoztok, vagy nem, annyira nem szeretnek titeket a Fideszben, ugye, de hát ezt te pontosan tudod jobban, mint én. De azért mégis ott keringtek valahol a NER körül. Hogy ti talán tudtok néha menni egy kicsit külön utakon, de az Origó nem. Tehát ott ez a szervezettség van, ott ugyanaz az üzenet jelenik meg szóról szóra, még a cím is az egy az egyben, és akkor ez megy végig a teljes Fidesz nyilvánosságon. Mi részé vagyunk a Kesmának, ott vannak bizonyos kötelezők. És egyébként nem szoktad nézni mondjuk az RTL híradóját, vagy szoktad nézni. Mindent nézek, Gergő, hidd. Azt, hogy ugyanazok a hírek végig mennek a 444-től a Telexen át a teljes. Igen, de azok hírek. Számomra ez a mostani 444-es film tele van csúsztatásokkal. Végigmehetnénk rajta tételesen. Gergő, akkor miért nem próbáltok ti különbek lenni náluk? Tehát akkor az a kérdésem, hogy akkor azt mondjuk, hogy igen, ilyen az RTL Klub, meg a 444, meg ott is, meg ott a Soros Központ van, vagy nem tudom milyen központ, de mi, mint a konzervatív újságírók, meg mint a nemzeti együttműködés rendszere, mi különbek leszünk, és nem így fogunk működni. És bízunk, hiszünk annyira önmagunkban, meg az üzenetünkben, hogy nem akarjuk hazugságokkal, meg nem akarjuk karaktergyilkosságokkal a választókat meggyőzni. Tehát, hogy miért nem tudunk eljutni idáig, hogy ezt meglépjétek, vagy mi az a seb, vagy mi az a sérülés, mi az a sértettség, ami nem engedi ebből a pozícióból kijönni egyik oldalt sem, meg igazából én ezért. Ott látom a helyzetnek a tisztázását, most Tőkécki Lászlótól idézik, nagyon röviden, ezt majd Magyar Nemzetbe írta 2006. február 10-én, ez az erőszakos társaság, itt a baloldalra érti, a mocskos kampányon kívül másban nem reménykedhet, hiszen tisztességesen számba vehető érvei nincsenek. Ezt fontoljátok meg szerintem, hogyha a mai politikai valóságot leírjuk, hogy ez a jobboldali nyilvánosságban, ez a egy mondatos gondolat, ott van szerintem nagyjából, ott volt, meg van is, 30 éve. Mégis. Ez úgy megvan a másik oldalban is, és mindenki ebben a törzsi logikájában gondolkodik. A másik oldalnak mégiscsak volt egy olyan média fölénye itt a 90-es, 2000-es években, amiből még jelentősen szemes van. Nem igaz, hogy Terry Black sztorikból áll össze a jobboldali nyilvánosság. Hát ami most például... Nem is mondott senki. És tényleg mondhatnátok, hogy lejárató kampány, de nem az a dollár baloldali botrány, valós információk, valóban egészen rendhagyó és brutális. Erről nem... És dübörög, mert igen, átveszünk egymástól. Gergő, ez
tipikusan ilyen Hudgergős húzás volt. Előbb közöltél valamit állításként, amit mi nem mondtunk, mintha mondtuk volna. És de azt egy másik történetet, amiről meg nem beszéltünk. Tehát ezek jók, ezek a trollkodások, csak nincs értelme. A központi irányításról szeretnék valamit gyorsan mondani. Ajánlom figyelmetekbe, gyorsan mondom, most jelent meg egy friss könyv a német politikáról, Merkel utolsó éveiről. Nyilvánvalóan le van írva, hogy a kancellár hogyan irányítja a sajtót, a mi is csináljuk ezt, nem. Mindenki ninja legyen. Látjuk, hogy rossz a helyzet. A 444 videója hazug képet fest Magyarországról, nem igaz, hogy itt ilyen halálcsillag tönkretesz mindenkit, aki szerintem néhány történetet mutat be, és ráadásul olyan történeteket, amelyek itt zajlottak előttünk, és láttuk is, hogy mi lett a végkifejlet. Az egy másik kérdés, hogy esetleg azok, akik benne voltak, és vagy eszközként, vagy alakítóként, a történet részeseiként azért mégiscsak jelen voltak az esetben, azok hogy érzik, de most ennek az adásnak vége lesz. Tehát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltunk és vitatkoztunk. Nem tudom, hogy mennyivel kerültünk közelebb a megoldáshoz. Ezt nem lehet megoldani. Ez egy olyan történet, amiről valószínűleg még sokáig fogunk vitatkozni, ha lehet, és reméljük, hogy lehet még. Ez volt a Csat, egy hét múlva jövünk, pénteken pedig Csat.2, viszontlátásra.